Sziasztok! A mostani epizód rendhagyó, mivel egy hirtelen jött. Meghívásnak tettünk eleget. Minket is örömmel tölt el, ha arról tudunk nektek hírt adni, hogy egy honfitársunk sikeresen vezeti a vállalkozását. Így van ez a Ari Ungeriseges Mekkerrel is, akik most egy új üzletbe költöztek. Ez itt a Magyarokról Magyaroknak című műsor következő része. Gyertek, tartsatok velünk! Itt emeltem a üzlet tulajdonosa, Adrien. Mesélj légy szíves magadról pár szót, hogyan kerültél ide ki Németországba? Sziasztok! 2015-ben érkeztem ki Németországban, Passauban telepettem le családommal, egy jobb élet reményében. Honnan jött az ötlet, hogy itt Németországban egy magyar üzletet nyissál? Gyerekkorom óta ebben nőttem föl, édesanyáméknak több üzletük volt. Ebben most már 2008 óta dolgoztam Magyarországon így élelmiszerterén, és a család összeült, és úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk meg a kinti kisboltot üzemeltetni. Ez hála Istennek sikerült is. De mondom még egyszer, tehát nekem a legfontosabb az, hogy a család a háttérben van, és ő által... segítik azt, hogy ti tudjatok felvenni. Így van, így van. És első üzletünket végül 2018. szeptemberében sikerült megnyitanunk. És milyen termékeket árultok, forgalmaztok itt a üzletben? Száraz áru, mirelit áru, füstölt áru, tejtermék. Igazából maga az üzletünk kizárólag magyar termékekkel foglalkozunk. Tehát itt nem találsz másik terméket, csak kizárólag magyar terméket. Ez azért van, mert itt Németországban is rengeteg mindent meg lehet vásárolni, viszont mi azt szerettünk volna, hogy egy kis hazait hozzunk Németországban. Nagyon helyes, legjobban itt a passzóiak örülnek meg a környéken élők. Mondanom. Igen, itt otthonban nyitottuk üzletünket, mert nyilván ez egy kis eldugott kis városka, de úgy gondoltuk, hogy fel lehetne lendíteni itt is egy kicsit az életet, úgyhogy próba szerencse, de hála Istennek meg vagyunk mindennel elégedve. Ahol most vagyunk, ez az új üzletetek. Mi a titka ennek a gyors fejlődésnek? Gyártókkal fölvettük a kapcsolatot, és szerződéseket kötöttünk, mint gyermei, mind palatin, mint több gyártóval, és úgy gondoltuk, hogy egy kedvező áron tudjuk biztosítani a termékeinket, ezáltal megnövekedett a forgalmunk, postázzuk is termékeinket, és ennek köszönhető igazából a fejlődésünk. De a legnagyobb kincs, én úgy gondolom, az, hogy a család támogatása. Összefogtuk és megcsináltuk. És miben nyújtatok ti többet, mint a Németországban található egyéb másik magyar boltok? Hát igazából a költözésünknek a legnagyobb célja az volt, hogy viszont eladóink vannak, és még szeretnénk még több viszont eladót kiszolgálni. Én úgy gondolom, hogy Németországban még senki nem foglalkozik ilyennel, amiben most mi belevágtunk, hiszen egy lágert, egy raktárhelyiséget üzemeltetünk, pontosan annak a céljából, hogy a meglévő magyar termékekkel forgalmazó boltokat ki tudjuk szolgálni. Tehát, hogyha hozzánk leadják a rendelésüket, mi beszerezzük, hűtött teherautóval szállítjuk, erről bizonylatot, számlát, mindent tudunk adni, tehát teljesen hivatalosan működünk, és nem kell máshova elmenni, mint Hut-Hunmi címünket megtalálják akár az interneten, akár elérhetőségeket, fölvehetik velünk a kapcsolatot, és bármit be tudnak szerezni igazából. Tejtermék, ami a palettánkon szerepel termék árlistába, azon bármilyen terméket elő lehet rendelni tőlünk. Meg tudjuk oldani ugye hivatalosan a kiszállítását, illetve a boltosnak ugye gondolom ugyanúgy, mint ahogy nálam is, nekem nagyon fontos az, hogy a vásárlók elégedettek legyenek.
Ez abban nyilvánul meg, hogy új hüttőkamrával rendelkezünk, füstölő helyiséggel, ahol a füstölt termékeket tároljuk. Nem probléma, hogyha valakinek nagyon mennyiség kell, eljön, be tud vásárolni, és ami a legfontosabb, hogy nagy áron. Tehát nem azon az árakon biztosítjuk a viszont eladóknak a termékeinket, mint maga egy privát vásárlónak, hanem nagy áron tudjuk biztosítani. Tehát akkor ezt mondhatjuk azt is, hogy felhívás a itt lévő magyar üzleteknek, hogy nyugodtan keressetek titeket, és szívesen segítetek a árubeszerzésben. Így van, amilyen tudunk, abban mindenféleképpen segítünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden terméket tőlünk, viszont egy lehetőség, hogyha arról van szó, és éppen valami nagyon nagy szüksége lenne, akkor igazából a vásárló észre se veszi, hogy elfogy, például mondok, elfogy a Túró Rudia, másnap eljön, megveszi, és másnap a vásárlónak nyitáskor tudja tárolni, kínálni. Hát nagyon szépen köszönöm, ez elég sok információ volt így mindannyiunk számára. Továbbiakban nagyon-nagyon sok sikert kívánok ennek a vállalkozásnak a üzemeltetésébe. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, reméljük, hogy tetszett. Amennyiben igen, nyugodtan lájkoljátok, írjatok ötleteket a műsorral kapcsolatba, és hogyha nem szeretnétek a további tartalmainkról lemaradni, nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!